A rendelő fehér falait már jó ideje színes rajzok díszítik, amely az odaérkező beteg gyermekek hangulatát javítja. De hamarosan lett televíziók bővítik az új hatvani gyermekorvosi rendelő váróját. A felfestett mesefigurákon kívül ezentúl mozgó képeket is csodálhatnak a falon azok, akik a vizsgálatra várakoznak. Mindez a jászfényszerúi Samsung Electronics magyar ZRT felajánlásának köszönhető. Mint azt a cég képviselője is elmondta, a vállalat fennállásának kezdete óta célja, hogy támogassa a környékbeli oktatási, egészségügyi és szociális intézményeket. A Samsung Electronics magyar ZRT fennállásának kezdete óta célja az, hogy támogassa a környékbeli egészségügyi, illetve oktatásbeli intézményeket, vagy akár szociális egyesületeket is. Ennek tükrében a, ez az intézmény is egy adománykérő adománykérőlevéle fordult a cégünkhöz. A cégnél fél éves adományozási rendszer működik, aminek keretében lehetőség nyílik arra, hogy helyben gyártott Samsung termékeket tudjunk adományozni ilyen intézményeknek. A napokban érkezett meg a két darab 32 szolos televízió a Bajcsi-Zsinészki úti rendelő számára, melyel az ott dolgozók remélik, szebbé teheti ez az újítás a várakozási időt. Rendkívüli módon örülünk, mert a gyerekeknek a várakozási időt, le tudjuk rövidíteni azzal, hogy mesefilmeket tudunk vetíteni, és esetleg a későbbiekben pedig anyukáknak felvilágosító filmeket is szeretnénk, ha már ez a lehetőségünk megvan. Nem csak a gyermekrendelőfalát, hanem a védőnői tanácsadó váróját is gyarapítani fogja egy televízió, amelynek nagyon örülnek a dolgozók, gyermekek és szüleik egyaránt.